6 óra van, képzeljétek el. Reggel 6, nem este, reggel 6. És kimentem így a konyhába, és olyan feelingem volt, mikor régen Balatonon kimentem. Akkor is ilyen reggel volt. És emlékszem, mindig olyan hűvös volt. Azt most is éreztem, hogy olyan hűvös van. Úgy gondoltam, ide kijövök, és olyan jó. Az nem érdekel, hogy néznek közben, hogy mit tudom én. Rég beszélgettem már veletek, mi? Igazából most sem nagyon tudom. Egyébként azóta nem aludtam, úgyhogy... Aludtam véletlen este, olyan 9 körül, és fölkeltem 2-kor hajnalba. Megcsináltam az első Last of Us részt, amit már ti láthattok bármikor. Régebb óta akartam közölni, csak így most jutottam el odáig, hogy úgy lesznek a részek, hogy nézettség alapján. Tehát, ha nem lesz több Call of Jurez, vagy mi a szarom az, nem lesz több olyan rész, hogy megnézitek 1800-an. Már lassan 50 ezeren vagyunk, ami elég rohadt nagy szám. Tudom, hogy ez nem számít a nézettségbe. Sajnos. Akkor lenne jó, ha több lenne a nézettség, mint maga a feliratkozó. De nem így van. Úgyhogy... Hát eldöntöttem, hogy minimum 5000-nek kell lennie a nézettségnek, hogy legyen következő rész. Ez régebben is így volt, csak nem mondtam ki, mint most. Úgyhogy egyértelmű, hogy például... Hát a 3000 az ilyen nagyon alap, az azt mondom, hogy hát meggondolom, hogy lesz, legyen a második rész. Mert pont ez az, ez a visszajelzés. Például nagyon jól esett, hogy a Death Note-os vidim, emlékeztek rá. Az én egy-két nap alatt ilyen 5-6 ezeres nézettséget ért el, nekem az már bőven jó, azzal meg vagyok elégedve. És az inspirál engem, hogy csináljak még többet. Mert igen, imádom. Imádom az ilyen fajta videókat csinálni, ahol meg kell szerkeszteni, kicsit össze kell vágni, te döntöd el, hogy mit adsz a nézők elé, ez olyan jó érzés. És egyébként, már régebben is mondtam nektek, hogy én mindig is ilyen videókat szerettem volna csinálni, tehát az alapcsatorna erre épült volna, hogy az ilyen történetes, effektes videók. Most már Istennek megvan a kamerám hozzá, tehát az a nincs baj. Viszont a Death Note-os videóbi csapokettő, a Death Note-os videóból is meg lehetett volna csinálni, vagyis többet is ki lehetett volna hozni belőle, viszont az ember hiány miatt ezt így kellett megoldanom. Meg tudtam volna csinálni, hogy simán, hogy összeesik valaki az utcán, hogyha lenne egy olyan ember. De mivel nem vagyok olyan, és nincsenek a hátam mögött emberek, hogy statisztálni tudnának, ezért nehéz kezd így megoldani, érzékeled valahogy kitalálnom valamit. Értitek? Szóval ez is... problém. Ez mit mászkálnak az emberek? Én nem zavartatom magam. Szóval igen. A másik, hogy tehát tudjátok, hogy nem vagyok nagy ember fölényben. Maximum ketten tudom megoldani, ha Castiel eljön, akkor vállalja a kamerázás szerepét. Én el tudok játszani egy szerepet. És arra gondoltam, hogy írhatnátok le egy olyan történetet, amik megvalósíthatóak. Tehát nem kell hozzá nagy költség, nem kell elmenni, mit tudom, Piripócs pusztára ahhoz, egy-két ember meg tudja oldani, tehát egy kamerás, meg egy színész, azaz én. Úgy írhattok történetet, úgy szívesen megcsinálnám a dolgokat. Csak ugye, még az, hogy nálam másik nagy hülyeség, hogy bent a lakásban nálam nem lehet videózni. Borzasztóan szar a fény. Mindenhol sötét van, mindenhol szar minden. Tehát itt kéne a szabadban valamit csinálni. Ha ilyen igényes kis történeteket írtok nekem, ami megvalósítható,
akkor szívesen, szívesen megcsinálnám, sőt a végére is írnám, hogy ki volt az ötlet. Van még nálam egy-két történet, de az is majd, hogy nem valósíthatom meg, tehát nagyon nehéz. Emlékeztek, tavaly, tényleg tavaly, hát egy-két hónap elteltével, egy évvel ezelőtt, pont hogy ez volt, hogy szerettem volna egy sorozatot, ahhoz meg rengeteg ember kellett volna. Meg tudtam volna oldani, csak egyrészt nagyon kevesen voltunk, másrészt pedig az ilyen jelentkezések e-mailen keresztül nem működtek. Tehát én nem fogom tudni egy embertől, hogy fog színészkedni, mit tud eljátszani, milyenek a gesztusai, hogy néz ki ugye, mert azért kamerába is kell mutatkozni, mennyit tud bevállalni, és nagyon sok fiatal jelentkezett, és nem tudtam mit kezdeni velük. Ahhoz tényleg egy ilyen casting kéne, ahol lehet így beszélgetni, meg adok neki egy kis feladatot, hogy játszaná el. Ez így működne, a másik meg ugye rengeteg statiszta kéne, elmész, meg mit tudom én. Nem, most oké, hogy itt a videóban elment egy ember a hátam mögött, az nem nagy dolog, de így nem videózgathatnék csak úgy, hogy embereket így, mert azt nem szabad. Úgyhogy nekem meg az, hogy jön az effektezés, jó, abból eléggé elhanyagoltam magam, mert pedig most is rengeteg mindent tudhatnék csinálni. Itt ez a jó kamera, elég jó minőségbe vesz fel, tehát a trekkelés, az, hogy valami követ, az simán összejöhetne. Ott a zöld háttér. A zöld háttér is az a baj, hogy egyrészt hülye helyen van, láttátok. Fel kellett így valahogy akasztanom egy ilyen ruhás szekrény tetejére, hogy megmaradjon. A másik, hogy nem fog 20 000 lért venni rendes green boxot, azért, hogy jó, tudom, azt így össze lehet hajtani, az vihető, de azt, ami nekem van, amúgy az sem volt egy olcsó mulatság, az rendesen ilyen rikító zöld, jó lenne egyébként, csak ilyen fényre, amilyen most van. Azt kéne, hogy valamilyen drótot így körbe tekerni vele, és elhozni valahova, hogy hordozható legyen. Itt az eredeti green box, ma az eredeti green box is így összehajtható, és vihető. Mert rengeteg videót úgy megbírnek csinálni, kivágások, és sokkal könnyebbek úgy, hogyha csak mögén vigyeztenek egy zöld hátteret, statikus a kamera, nagyon sok minden ki lehetne húzni belőle. Azért mondom, hogy lennének ötleteim, csak nehéz kivitelezni őket, pláne úgy, hogy ilyen szar fények vannak. Nagyon sokba kerülnek az ilyen stúdiófények. Én még azt is tervezem egyébként, hogyha lesz, hogy félretenni egy kis pénzt, és egy ilyen kis stúdiót így nem bérelni, hanem vagyis bérelni, mert lenne ilyen kis stúdió, ahol van rendes greenbox van, ahol rendes kamerák vannak, ahol rendes fények vannak, ahol így lehetne videózni is. Szóval tök jó lenne egyébként. Egy rendes filmet megcsinálni, ami mit tudom én, lehet egy órás is akár, és azok tényleg szépen többen, nem csak ez egy kamera van, ugye van ismerősöm is, ki tudna egy drágább kamerát hozni. Tavaly ugye beszéltem pár emberre, aki ilyen 2 millió forintos értékbe így hozta volna a kameráit, meg minden, de az meg ugye nem Pesten volt. Tehát rengeteg szervezés így volt a háttérben, amit így nem mondtam el, csak így most jött, de úgyhogy egyre jobban jön a nyár, ugye egyetem, most már mostantól 14-e van, tehát azt tudom milyen nap van, péntek, a csütörtök. A lényeg az, hogy most van már nektek szünet, gyakorlatilag innentől ráérnétek, tehát nem is lenne baj. Csak ugye, azért idősebbek jelentkezés, tehát az idősebbek se nagyon jelentkeztek, mert akkor mondom kevesebben voltunk akkor ön. 3000 környékén vagy. Ja, valahogy így. Meg akkor már nyár vége volt, tehát az, hogy ezt megszervezik, ez tényleg jóval előtte. Ezt meg kell beszélni. Úgyhogy ezek vannak. Úgyhogy valahogy meg kéne oldani, hogy az én greenboxomat, amit láttatok,
Egyébként hiába tölteném fel, próbáltam kiszívni a hátteret, nem jó az a minőség. Egyrészt visszaveri a pofámra a zöldet, ezért itt is az körvonalaknál kivág. Plusz mondom, nagyon föl kell venni a isót, amitől szemcsés lesz. És a szemcsék visszaverik a zöldet. Ez a baj vele. Itt abszolút nincsen szemcse, jó a fény, és jól ki lehet szívni. Már mindig. Szóval értitek? Remélem, nem egész végig ilyen homályosan beszéltem. Mindig. Szóval értitek. Úgyhogy ezek vannak. Nem mondom azt, hogy most megint kezdjünk el így válogatni, mert mondom azt, tényleg azt én kéne. Azt, hogy megmondani, hogy jövő hét kedden, Pesten itt és itt leszek, és várom a jelentkezéseket, hozhatok mindenfélét. Lehet, de ezt nem lehet, mert ugye én nem vagyok olyan nagy ember, hogy én egy ilyet össze tudnék szervezni. Mert oké, én elrendezem a dolgokat, meg összevágom, meg effektelem, meg minden megcsinálom gyakorlatilag, mert multifunkcionális vagyok. De mindig is az volt a nagy álmom, hogy egy olyan kis társaság lenne, ami tud dolgozni. Nem tudom, biztos ismeritek Freddy Weave-t. Ő egy ilyen kis koreai srác, vagy mongol, vagy tök mindegy. Ő neki már, ő is elkezdte ilyen amatőr izékkel csinálni. Volt mellette egy pasi, egy másik srác, a haverja Brandon. Ő meg jobban értett, manapság már ő csinál 3D-t. És aztán olyan nagyra kinőtte magát az egész, hogy egyrészt rohadt gazdagok lettek, másrészt saját stúdiójuk van, saját izéjük van már. Már rendes filmeket csinálnak, tehát nekem mindig is ez volt az álom, én ezt akartam követni, hogy én ilyet csinálok. És aztán valahogy nem jött össze, úgyhogy ezzel a Death Note-os videóval próbáltam korrigálni ezeket, hogy kicsit töltse ki a szívembe azt a részt, ami ezt így elő tudná segíteni, hogy legyen kicsit olyan a csatorna, amit szerettem volna igazából. Mert tényleg sokkal több mindent ki tudtam volna hozni, hogyha lennének emberek. Figyelj, megfogom, ott mész, beírom a névedet, elesel, szívrohamot kapsz, eljátszol. Nem nagy dolog, de ennek a hiánya miatt az így sikerült. Szóval tök jó lenne, hogyha lenne saját stúdióm, ahol mindenféle ötletet meg tudnék valósítani. Lennének emberek, akik tudnának segíteni, akik ugyanolyan tudással rendelkeznek, mint én. Meg ilyen, mit tudom én, így besegíteni, mit tudom, hogy mindenki hozza, amilyen van, és akkor az így... Nem leáll. Mindig leáll. Jó, hogy mindenki így elő tudná segíteni azt, amilyen van, ezt akkor így összerakni valami jót, valami minőségit. Szeretnék minőségi videót, igen. Szeretnék minőségi filmeket. Simán elszínészkedek bármit. Jó, a grazoros videónál kicsit random volt, mert nem tudtam annyira átélni a szerepet, de egyébként nekem simán összejön. Ezt tudom, hogy jól tudok színészkedni. Az ennyi. Gyakorlatilag ennyi. Összevágni nem nagy cucc nekem a dolgokat. A kamerázást kezdjenek még ezzel a kamerával, kicsit még kell gyakorolni. Hogyha rám zoomol, akkor rá kell adni a fényt, meg ilyenek, meg stb. Mert én operatőrtől tanultam. Igaz, keveset, de egyébként igen, voltam rendes operatőr mellett, a Duna TV operatőrje mellett, és azért segítkezett így nálam. Úgy volt, hogy nála, hogy vele együtt, ő lesz a tanítom, de nem jött össze. Szóval tanultam én színészetet is, meg minden szart. Ugye a vágást a szalabból megtanultam, az effektezés, a promo videó készítését. Azt is megtanultam, saját magam fejlesztettem ki azt, hogy dolgozzak úgy, hogy eladható legyen. Úgyhogy így elmondtam a nagy álmom, hogy ezt szerettem volna. Főleg az, hogy nyár van, már mindenki ráér. Nagyon jó mindent lehetne így összealkotni. De egyébként érezhető is, amit megvan a kamerán, valahogy több kreatív dolgot is így ész. Láthattatok tőlem, amit próbáltam minőségét alkotni. Úgyhogy...
ezzel nincsen gond. Úgyhogy ez van. Úgyhogy közben itt járkálnak. Azt nem akarok úgy beszélni, hogy itt van a kamera mögött, érted? Na mindegy. Úgyhogy én várom az ötleteket ezzel kapcsolatban, hogy lehetne megoldani azt, hogy tényleg valami minőségit alkossunk. Akár, most nem azt mondom, hogy nézzünk stúdiót, mert az biztos sokba kerülne, és nem hozná vissza az árát. Ahhoz nagyon sok nézettségnek kéne lenni, hogy visszakapjam az árát. Hát ilyen Freddy Weef, azoknak ilyen 6-7 milliós nézettségük van. Ha akárhogy számolom, az rengeteg pénzt kapnak ők ezért. Azért is mondom, hogy nekük egy hónap alatt kiadnak két videót, az szevasz. Ők nem minden nap videóznak, mint én. Mert egyébként tök mindegy, hogyha egy héten egy videót csinálok, ugyanannyi nézettsége lenne, mintha minden nap csinálnék, és ilyen kicsik. A kicsik idővel ugyanúgy több lesznek, mint egy hét alatt. Szóval... De az, hogy a kimagaslót? Az a tűnik. Na mindegy. Úgyhogy az e-mail címemen ugye minden videó leírásában ott van a elérhetőségeim, hogy tudtok elérni. Úgyhogy akik ilyen komolyabban szeretnének ezzel foglalkozni, bátran lehet róla szó. Hát ha valami tudunk alkotni, mit tudom, testem van, meg tudjuk beszélni, néha így összeröffenni, ötletelni, és minél többen vagyunk, minél több kellékünk van, meg minél több ember tud egy adott dolgot csinálni, mit tudom én, nem csak én vágok, hanem más is vág, nem csak én effektelek, hanem más is, meg lenni csomó embernek a feladata. De ehhez így nem lehet, hogy vaktában, meg e-mailen keresztül, ehhez találkozó kell, ehhez referencia kell, hogy nekem ezek vannak. Én ezeket tudom csinálni. Tudom, hogy rengeteg mindenki videózott, de ez nem elég. Nem elég az, hogy csak így összeraksz egy gameplayt, vagy valami, hanem tényleg azt tudja vágni a dolgokat. Jó van, túl sok elpofáztam, meg nekem még ezt össze kell rakni. Jó volt kicsit itt a levegőn. Több ilyen videó kéne. Gondolkoztam még azon is, hogy lesz valami, hogy most már ideje lenne tényleg beszélgetnem veletek. Én úgy értem problémákról. Többször filózus, több téma. Több ilyen filmes ügyi, gameplayek ugyanúgy lesznek, nem mondom, hogy nem. Ugyanúgy fogok nevetgélni, ugyanúgy sem vicces videókat, nagyon parádít meg ezeket csak. Csak szeretnék ugye egy, mindig is, tehát nem nagyon panaszkodhatom, elég jó közönségem van. Elég értelmesek. Jó, van egy-kettő első, meg mit tudom én, ilyen kis agyú ember. Azokat szelektálni szoktam, de alapjáraton egy jó közösség vagyunk. Lehet veletek beszélgetni, értékelitek azt, amit csinálok. Ez leginkább annál a videómnál jött ki, ami nem listázottban van, és csak pár ember. Hát nem pár ember, mert most már azon is ilyen 2800 nézettség van. De egy dislike sincs rajta, és mindenki olyan kommenteket írt, ami értékelhető. Nem az, hogy első, nem az, hogy jó vidé, hanem rendesen, hosszú, regényes véleményeket írt, és mindenki nagyon megérti. Tehát én ezt szeretem bennetek, hogy van egy-kettő idióta, meg van egy-kettő troll, de azokat hol nincsenek. A lapjáraton egy jó közösség vagyunk, és ezt szeretném is tartani. És ezt nem feltétlenül a nagyobb hülyeséggel. Kell lesz mindig. Úgyhogy ennyi. Teljesen kimentem az izéből. Fókuszból. Na mindegy. Beszélgessünk erről. Írjatok nekem, mik az ötletek. Hogy lehetne mondjuk azt a Greenboxot valahogy megcsinálni, mert én nem tudom sehogy se keretet adni neki. Nincsen olyan hallgató szarom, szóval üssük össze a fejünket, és találjunk ki valami jót. Én azt mondom.
Úgyhogy... úgyhogy egyelőre ennyi. Még lesz még ma videó. Muszáj volt a kis friss levegőre kijönni. Legközelebb. Sziasztok!